délelőtt 10 és délután 17 órakor, annak érdekében, hogy minél többen megfelelő időpontot találjanak a részvételre. A mai napon külön köszöntök dr. Babbi Jenőke professzor asszonyt, akitől délelőtt és délután... Megtisztelő számokat, hogy követek, köszöntjük. Dr. Babbi Jenőke délelőtt és délután is két különböző témában hallhatunk el előadást. A délelőtti előadás címe Változó világban lelki egyensúly egészségmegőrzés. Délután pedig egészségtudatosság felelősség a lelki élet fenntartható fejlődése címmel hallhatnak előadást a professzor asszonytól. Arra kérem a hallgatóságot, hogy az előadás közben adódó kérdéseket gyűjtsék össze, jegyezzék meg, és miután az előadás véget ért, lehetőséget biztosítani mindenkinek, hogy ott leszel. Dr. Babbi Jenőke előadása következik, át is adom a szót. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiunkat, és szívből örülök, hogy együtt lehetünk, és az egész napot csak nem délelőtt és délután arra használhatjuk föl, hogy egy kicsit felvérdezzük magunkat olyan tudással, amire eddig a korábbiakban nem tanítottak minket. Márpedig létkérdés, hogy tudjunk magunkon és magunknak segíteni. Másnak segíteni csak akkor tudunk ilyen lelki nehézségek ügyében, ha már mi egy kicsit eszközösek vagyunk, tudjuk, hogy mit tehetünk. Tehát miért szorulunk arra, hogy mi magunk próbáljuk, majdnem, hogy Münchhauseni módra kihúzni magunkat a nehéz helyzetekből. Miért nem kapunk ehhez külső segítséget, hát a változó világra csak kapkodjuk a fejünket, azon a rengeteg eseményében, amit egyszerűen kísérni is sok, és azt tudjuk, hogy az agy felfogó képessége behatárol, és mi olyan módon vagyunk túltömve információkkal, hogy szinte azt mondhatjuk, még az evésnél van az emésztésre idő, hogy eszünk, aztán nem éztünk, eszünk, emésztünk, de ebben az információ áradatban csak zuhognak ránk az információk, és nincs idő a feldolgozásra. Tehát lehetetlenség, hogy kívülről jó segítséget kapjunk, illetőleg azt kell mondjam, hogy sokszor érezzük azt, hogy szeretnénk segítséget kapni, de nincs kihez fordulni. Lelki ügyekben nincs. Az orvostudomány úgy szolgál, hogy a jelenlegi konzumkultúrában, a fogyasztói kultúrában azt mondja, ezt tudom neked adni, és ad kémiai kényszerzubonyt. A bánataidra, a fájdalomra, a depresszióra, a szorongásra azért, mert ez az eszköztára, mert ez ennek a világnak az eszköztára, gyorsan, nincs idő semmire, és itt annyira elhanyagoltan marad a lelki életünk, márpedig a legutóbbi időknek az új pszichológiai irányzata, egészségpszichológia, azzal lett híres, hogy annyira sok kutatást végzett, hogy valójában hogyan marad meg a mi egészségünk testileg, lelkileg, kapcsolatilag és spirituálisan. Mert szeretném önöknek elmondani, hogy ma már, ha az emberről esik szó, az emberi egész rendszerről, akkor a spiritualitás szerves részévé vált a nagy egésznek, amit hosszú időn keresztül a tudomány is még egy kiebrudalt, mert ugye olyan folyamatokkal, dolgokkal nem foglalkozik, ami a hit birodalma. Ma meg az egészségpszichológia azt hozza elénk, hogy látni fogják, hogy éppen a hit az a különleges, nem vallási értelemben, de különleges erő emberi képesség, ami csodákat tud művelni az életünkben. De nézzük rendszeresen, tehát kívülről nem kaphatunk segítséget, akkor meg mi marad? Az, hogy forduljunk saját magunkhoz. És akkor magunkban mit találunk? Hát tájékozatlanságot. Nem tudjuk, hogy a szorongásainkat hogy szüntessük meg, hogy kezeljük a stresszeket. És hát amikor arról beszélünk, hogy stresszbetegségek, hát rengeteg van, tudjuk, és egyre szaporodik a száma. És akkor mit csináljunk már? Hogy szabaduljunk? Ha csak az az út van, hogy az orvos segít gyógyszerrel, nem hatékony, úgy tudjuk, hogy nem az. Tehát kellene már valami olyan, ami segít, hogy mi talpon maradjunk, és ehhez nekünk tudással kell felértezni magunkat. És hát azt mondom, az egészségpszichológia egy nagyon különleges új szemléletet tár elénk. Mert ugye mivel foglalkozik az orvostudomány? A megelőzés is tulajdonképpen, hogy ezt se csinált, azt se csinált, vigyázz, kerüld a stresszeket, és akkor azt mondja Barbara Fredrickson, az egészségtudománynak az új képviselője, egy nagyon híres professzor asszony, hogy ne hagyd magad becsapni, mert nem tudsz a stresszek elől menekülni. Miért? Mert mi stresszel téged?
Ne járjál már munkába, ne találkozzál már családtagjaiddal, akkor elkerülöd a stresszeket. Nevezetesen nézzetek magatokba, mi stresszel minket. Aki fontos, aki fontos, a többi meg nem számít. Na most akkor szálljunk ki az életünkből, vonuljunk vissza, kerüljük a stresszeket, nem tudjuk kerülni. Tehát az alaptétel igen furcsa, és más, mint a medicina alaptétele, mert ez azt mondja, nem, meg kell tudnunk tanulni, megbirkózni úgy a stresszekkel, eszközösnek lenni, ügyesnek lenni, hogy ne pusztítson el minket a stressz, hogy ne legyenek stresszbetegségeink. Ehhez meg kell tanulni egyrészt, és akkor most ide fogom tenni, erre a karomra a rossz stresszeket. Nem már Selye János megmondta, hogy vannak a pusztító, megbetegítő rossz stresszek. De bocsássatok meg, vannak nekünk EU stresszek is. EU a görög szó összetételben helyes jót jelent, tehát nem az unióról van szó. Tehát a jó stresszek. És akkor hogy is vagyunk mi ezzel? Barbara Fredrickson, meg itt az egészségpszichológus azt mondja, jaj, ha volna háromszor annyi EU stressz, mint amennyi is stressz, az egyensúly jó volna, sose betegednél meg. Csak háromszor annyi EU stressz, mi az EU stressz? Annyira izgalmas, mindaz, ami a szívedben öröm, amikor úgy érzed magad, hogy valami boldogságért, valami jó, valami kis öröm. És hát most nem akarok senkit kiábrándítani, de a kutatások azt igazolják, hogy öröm leggyakrabban akkor fordul elő az életedben, elmúlik valami rossz. Tehát az öröm egyik forrása, valami rossznak az elmúlása. Akkor ismeritek, hogy a felszabadulunk, akkor már úgy érezzük magunkat, hogy szinte fizikailag is szinte könnyebbé válunk. Tehát az öröm minden olyan, ami derű, amikor nevetünk, jól érezzük magunkat, pozitív lelkiállapotban, hangulatban vagyunk, az mind-mind az EU stressznek a birodalma. És akkor elkezdték ugye azt kutatni, és ez rettentően bejött ez az új kutatás. De nem azt, amit az orvostudomány mi okozza, akkor kerül, ne egyél, ne, csomó örömről le kell mondani, hanem azt mondja az egészségpszichológia, inkább azt fogom kutatni, hogy hogy a csutába van az, hogy tessék, itt van, ugyan annyi rossz stressz ér, mint engem. Én itt összeomlom, kinek vírus, na de akkor te tudsz valamit. Tehát azok a golyóhálók, hogy mondja, mint személyiségek, akik a legváltozatosabb nehéz helyzetekről is mindig kirúgják a fejüket, hát nem is tudom, mert azból mondjuk így finoman, akik mindig úgy ki tudnak szabadulni, és mindig úgy tudják érezni meg, jó, tehát hogy valahogy derűre kapnak meg, életörömre kapnak meg, összeszedik magukat, meg a legnagyobb nehézségek idején is valahogy mindig valami erő van bennük, és nem talált rá jobb kifejezést a pszichológia, lelki erő. Na de mi az, hogy lelki erő? De erről egy picit később, mert a tudomány, tudjátok milyen, azt mondja, evidence-based bizonyítékokon alapuló, tessék nekem igazolni, bebizonyítani, tudományosan, szignifikanciákkal, nem fárasztok senkit azzal, hogy milyen tudományos követelmények vannak, tény, hogy amikor azt nézték meg, hogy mit tud az olyan ember, aki golyóálló, összegyűjtve ezeket a jellemzőket, megvizsgálták, hogy és azok a jellemzők, majd elmondom, mik ezek, de ezek a jellemzők maguk mit csinálnak bent a biológiai lényünkben? Mit csinálnak az immunrendszerben? Mit csinálnak az idegrendszerben? Mit csinálnak a hormonrendszerben? És rájöttek arra, hogy ami ilyen részint EU stressz előidéző, azaz, hogy amikor ilyen öröm állapota előáll részint, vannak olyan emberi tapasztalatok és cselekmények, amik létrehoznak, úgy nevezte a tudomány vitalitás generátorok, életerő serkentők. Tehát vannak olyanok ezeknél az embereknél, akik ilyen golyóállók, olyan tulajdonságok és olyan viselkedésmódok, amiket ha mi megtanulunk, tudatosít, lényegében csak arra nem kell tanulni semmit, tudatosítani kell, hogy mik azok, amik előidézik ezt a vitalitás generátor funkciót. Tudom, a pszichológia szereti ezeket a csúnya műszavakat, bocsánatot kérek érte, de ez a neve, hát muszáj megmondanom, megneveznem, na vitalitás generátor, életerő serkentők, mit jogos annak nevezni? Ez ám elsősorban biológiai és idegrendszeri kritériumokhoz kötött vitalitás generátorról beszélünk akkor, hogyha az agyunkban a nucleus accumbens nevű örömközpont tüzel, az örömközpont leüzen az immunrendszernek, rajta egyre jobban működj, védd meg az egészséget, ez nagyon jó ez az állapot. Valamint leüzen ez a központ, és a hormonrendszert arra parancsolja, örömhormon, termelj minél több örömhormon.
És képzeljük el ezt a visszacsatolást, hogy örülünk, örömhormon termelés, visszacsatolás, még több örömhormon, tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolási rendszer. Na most hát ugye, mik azok, amelyek ilyen vitalitás generátorok? De elhatároztam, hogy majd később jöjjön a csemeke rész, hogy mik ezek, amik a vitalitás generátorok, visszamegyek erre az oldalra, mert azt mondja, az egészségpszichológia első dolgot, megérteni, hogy mi a rossz stressz, megérteni, mit kell csinálnod akkor, hogyha rossz stressz állapotába kerülsz. Na most erre azt mondjátok, nekem mondod, hogy mi a rossz stressz, hát milliószor átéltem, mert átéltük, mindnyájan átéltük, mi a rossz stressz, csak hogy az ember egyedüli példány, és az a feszültség, amit kivált egy stresszor, egy behatás, hogy tessék most valamit csinálj, a parancs így szól, csinálj valamit. Stresszor az, ami behat ránk úgy, hogy csináljunk valamit, na kezdjünk valamihez. Semmi probléma, hogyha én tudom, hogy mit kell csinálni, hát valójában minden inger behatás stresszor, de ha én elbánok vele, ha én meg tudom oldani, ha én nekem van eszközöm, ha van lehetőségem, akkor úgy szólnál, örülünk neked, kihívás, jó van, megoldottam, kész. Onnan kezdődik a distressz, amikor fölkészül a szervezet, jön a inger, fölkészül a szervezet, gyerünk, csinálj valamit. És akkor nem tudok, mit csinálni. Vagy még nem tudok, vagy már nem tudok, de nem tudok mit kezdeni a helyzettel. Mi van ilyenkor? Egy felkészült, akcióra felkészült szervezetnek valójában a leblokkolása. És magas feszültségszint. Nem ilyen, mikor akció következik, mit csinál a szervezet? Okos. Emeli a vérnyomást, emeli a vércukorszintet, a vérzsírsavszintet, égetni kell energiákat ugye az akcióhoz. Akkor a szív gyorsabban dobog, akkor az izmok az akcióra előfeszített állapotba kerülnek. Végig le tudjuk kottázni, hogy az okos szervezetünk a stresszben magában, de máskor is így készült, mert csak nincs probléma. Megcsinálod, levezeted a feszültséget, helyreáll az egyensúly. És az egész egy nagyon finom, gyors folyamat. Nincs probléma, nem is érzed ennek a feszültség részét egyáltalán. De amikor beszorulva úgy maradunk, hogy most mit csináljak, és mikor azt mondjuk, hogy megáll az ész, akkor tényleg megáll az ész. Miért? Mert hogy elbutulunk, debilizáló szorongásról beszél a pszichológia, belebutulunk. Mert hogy az a baj, hogy úgy van az agyunk megszerkesztve, hogy a memória központ és a szorongás központ a hipokampuszban túl közel vannak egymáshoz. Na most ugye akkor nem tudok mit csinálni, akkor beszorongok, akkor meg van bénulva a kapcsolási rendszer az agyamban, szóval tényleg se kép, se hangállapota képes létrejönni. Tehát, hogyha mi tanácstalanok vagyunk a rossz stressz állapotában, és megyünk a másikhoz, azt mondjuk, jaj, mondd már meg, hogy mit csináljak, akkor még komolyan kérjük a segítséget, csak hogy ugye a másik nem lehet okos a én vagy a te problémádban, a másik csak a sajátjával lehet okos, és ezért most tudjátok meg, akár Kurusló majd azt mondja nektek, hogy tanácsot ad, megmondja, hogy mit kell csinálni, mondjátok meg, hogy na, te se vagy pszichológus. Mert aki igazán pszichológiai műveltséggel rendelkezik, itt most mindjárt megtanuljuk, kérlek, ne adj lelkiügyekben tanácsot. Adhatsz receptet, hogy nekem is tudj a szemetek sütni közni. Adjál receptet, az más tanácsot adhatsz konkrétan a csinálásra. De a lelkiügyekben kérlek, ne adjatok tanácsot. Azt is megmondom, miért. Kikutatta a pszichológia, miért. Most tegyük föl, de jössz kétségbeesve hozzám, én adjak tanácsot. Egyébként elkezdtem osztani az ész. Ha meg se hallgattalak, hát akkor mi lesz azzal a te érdekfeszültséggel, amit te hordasz magadban? Akkor én elküldelek, és akkor tulajdonképpen lemászlak, ha azt mondom, csináld ezt vagy azt. Na, ez meg egy felnőtt ember vagy. Hát te úgyis magad döntöd el, hogy mit csinálsz. Nem azt fogod csinálni, amit te mondok, mert ha azt csinálod, akkor olyan, mint egy emberes gyerek. Degradálnál a gyerekiset. Egyenrangú embertársam vagy. Együtt tudjuk csak kitanakodni, hogy mik a te fő erősségeid, amivel te egy helyzetet meg tudsz oldani. Az már más. Igen, és figyeljétek, de most tényleg magatokat teszteljétek, kérdezzétek meg. Mikor nagy a gáz, de nagy a baj, és akkor megyünk, hogy valahogy próbáljuk már segítséget kérni, tényleg segítséget akarunk kérni, de csak meghallgatás. Mert figyeld meg magad, hogy nem vagyunk kíváncsiak a másikra, aki meghallgat, nem is tudunk odafigyelni jól. Saját kísérletet csináltam, hogy az első találkozási helyzetben, amikor valaki beszorultan valamilyen segítséget kér, vagy pszichológiai segítséget, hogy amit mondok, azt megérzi-e. Hogy a következő órán leteszedjük, hogy miről volt szó az első órán, amit én mondtam, mire emlékszik, semmire sem. Képzeljétek, semmire sem. Miért? Mert az a fontos akkor, hogy ő maga
de belátható, kiöntjük, mint a túltöltött edényből a folyadékot. Kiöntjük a fölösleges feszültséget, ezt ventilációnak nevezünk. Hogy tudni, kihozzuk magunkból. De most maradjunk a de-stressznél, a rossz stressznél. Mert hogy maradjunk abban, hogy mikor ez a feszültség előáll, mi történik velünk? Regresszió. A regresszió azt jelenti, hogy lenégy a színvonalad alá. Hát ha már mondtál egy gömbölyű dühödve, akkor te tudod, miről beszélek. Hogy mi alrendesek vagyunk, akkultúráltak, és olyan szalonképesek. És mégis néha tudunk olyat mondani, hogy magunk restelkedünk. Miért? Mert regresszió van, mikor te ilyen gömbölyűt mondasz, dühödve vagy indulatodva, be vagyunk indulva. Hát ez a pláne, a szép a magyar nyelv, mikor azt mondja, a szorongás, beszorultunk, tényleg beszorultunk. Beindulunk, persze, mennénk, csak nem tudunk hova, nem tudunk mit csinálni. És ezért jön egy agressziós feszültség, hogy neki megyek. Hogy ugye ez tényleg így van, hogy de mindjájunkban ne megyünk már annyira büszkék arra, hogy mi milyen jól fésültek vagyunk, mert túlságosan lenyeled a sok haragot. József Attilára gondolja, persze még jó, ha az ember haragja, nem magát, az ember harapja. És képzelt igaza volt, mert az ember a saját haragjával magát harapja, ha csak valami feloldás nem talál, hogy megszabaduljon ettől a féktelen feszültségtől, amilyen tud lenni egy felgyűlemlett agresszió. És hát ugye a természetes distressz állapotok regressziót, agressziót, frusztrációt, olyan dolgokat tartalmaznak, ami mindünkre érvényes. Nincs különbség, abban lehet különbség. Ugye van Mérő Lászlónak ez a jó mondása, mindenki másképp egyforma, ismeritek, ugye? Vagyis van egy azonos idegrendszerünk, van egy azonos működésmódunk, de attól nélte páratlan egyede személyisége vagy az univerzumnak, még az egyveti létek se egyformák. De egyiknek itt van a szemölcs az ország, a másiknak a tükörképesen a másik oldalon, stb. Stb. Tehát ugye egyedi módon reagálunk, de az idegrendszer meglehetős egyformán. Na most azt mondja az egészségpszichológia, jól van, akkor tegyük fel a kérdést, hogy amikor te ilyen beszorult, szorongó, dühös, frusztrált, rossz lelkiállapotba kerülsz, mit szoktál tenni, hogy ne nyerd le a haragodat, mert a tudomány azt is kiderítette, most muszáj megint egy műszót mondani, ligán, hormon és peptid származék hormonszerű anyagok, amik felszabadulnak az adott lelki állapotban, érzelmi állapotban, minden egyes ilyen hormonszerű anyagnak a test úgy van föltérképezve, hogy megvan a kedvenc fogadó, hogy hova ömlik oda. És nagy mennyiségben oda ömlik. Tudod, a harag hova ömlik? A szívkoszorú erekhez. És az ellenségességről bebizonyosodok, hogy amikor te dühös vagy és nem találsz levezetési csatornát, mert nem mész neki a másiknak, persze nem, mert kultúrlények vagyunk, tehát megoldást kell keresnünk valahogy azért, hogy ne magad ellen támadj, ne a másik ellen támadj, de akkor mit csináljuk? És ezért nagy jelentőségű, mert bebizonyosodott, mellesleg muszáj ezt már nektek elmondanom, mert én annyira megörültem, amikor ezzel a kísérleti eredménnyel találkoztam, mert mondhatjuk a szívet az agresszió elpusztítja, az ellenségesség a szívet elpusztítja, szívkoszorú ér, károsodást idéz elő, az infarktus fő oka, van 12 tényező, ahol egy az ellenségesség érzése, ami ismételten rátör olyan súlyú, jelentőségű, mint az összes többi. Tehát akkor azt nem úszunk meg ellenségesség nélkül, mert amikor agresszív vagy, dühös vagy, mert beszorult vagy, hát akkor ebbe az állapotba vagy. Na most akkor szép lassan öljük meg magunkat, pusztítsuk el a szívet, de hogy akarjuk elpusztítani. Most mióta tudjuk azt, hogy minden egyes érzelemnek van egy hormon koktélja, és megvan az, hogy melyik szerv az, ami a kedvenc fogadóhely, oda ömlik, túl sok, nem tudja a szerv földolgozni. Bizonyították, képzeljétek, a daganatos betegségek keletkezésében is az úgynevezett pszichológiai komponens összetevő, a pszichológiai összetevő az mindig valamilyen típusú érzelmi állapot. Például megbántottak, megsértettek, megaláztak, és nem tudtad jól ugye, elrendezni azzal, akivel ez történt, elteveted. Hát az tulajdonképpen időzített bombákat hordunk magunkban. És mióta ezt tudja a pszichológia azóta, hát akkora jelentősége annak, hogy a prevenciónak egy más értelme, a betegség megelőzésnek egy egész más értelme került előtérbe. Nevezetesen az, hogy tanuljuk meg kezelni a feszültségeinket, nem tudjuk megszüntetni, de tudjuk földolgozni, tudjuk kezelni, és hát tudjuk a distressz állapotokat is nagyon jól kezelni. Tehát újra fölteszem a kérdést, mikor nagyon be vagy indulva, mit csinálsz? És akkor hát kinyit valahogy.
ki mit talált, nem mondta neki senki, mit csináljon, de valahogy rájön, hogy mit csináljon. Van olyan, aki akcióba temetkezik, akkor azonnal, akár nagy takarít, mindegy, de valamit csinálni, és még jó, ha ez irányba megy, mert levezeti kicsit. Nem megoldja, csak levezeti azt a feszültséget, mert az okot ugye azt nem szedte ki, de a minden esetre az aktuális feszültséget lecsapolja. És azt mondja az egészségpszichológia, ne legyél már annyira igényes, hogy egyből akarod az okot is felszámolni, meg a tünetet is megszüntetni, jó, ha azt az állapotot, amiben kerülsz, le tudod szerelni olyan fokra, hogy a maradék feszültséggel károsodásmentesen, megbetegedés nélkül a szervezetet már tud mit kezdeni. És akkor ugye összeszedték azokat a módszereket, eljárásokat, technikákat, amik bizonyított, és megint azt mondom, tudományosan igazolva, azt a feszültséget, ami benned van. Na mi van akkor, mikor ilyen stressz állapotban vagyunk? Az agykéregről elvezetett elektromos feszültség, az EEG-vel elvezetett agyi elektromos feszültség gyors béta hullámok. Hát ezt le lehet tesztelni azonnal. És hogy a szervezetedben mi van, hát én ilyen mondtam, mi van, de tapasztaltuk is, hogy lehet ezt az állapotot olyanná redukálni, hogy benn sokkal békésebbek legyenek a folyamatok. Na, akkor most szépen elkezdjük, és akkor egy táskányit hazavisztek magatokkal, és remélem, hogy azok a technikák is egyszerű, olyan levezető, átvívő, megszüntető, redukáló technikák, amiket itt mi megtanulunk együtt, remélem, hogy alkalmazni fogod. Aki ezeket kidolgozta, ennek van egy csomó ilyen reflexek fölfedezése. Reflexek, amik benne vannak a mi életprogramunkban, csak kell tudni olyan reflexeket bekapcsoló folyamatokat, kell tudni, hogy mit kell annak érdekébe tenni, hogy ön magunkat tehermentesítő reflexek bekapcsolódjanak. Edmund Jacobson, chicagói neurofiziológus, nem is volt pszichológus, hanem neurofiziológus, kikísérletezett egy sor ilyet, és azt mondta, azt üzente, hogy a szorongást ne hordozd magadban, csak akkor szorongj, ha élvezed. Ezt üzente. Na most ez hogy képtelenség? Ki élvezi a szorongást? Nyilván mindnyájon igyekszünk redukálni, igyekszünk csökkenteni. Na és akkor rögtön kezdjük a legegyszerűbbel. Mindig, mikor egy-egy ilyen technikát mondok, gondolj vele, hogy éppen nagyon be vagy költve, éppen nagyon frusztrált vagy, éppen nagyon bűös, nem tudsz mit csinálni, nem is tudsz igazán kihez fordulni, és ne is forduljál, úgyhogy tanácsot adjon neked. Ja, a tanácsnál elfelejtettem azt mondani, hogy vigyázz, mert ha beválik a tanács, akkor rejtettel haragszol rá. Ezt bizonyított a pszichológia, hogy okosabb, mint te vagy, de minden jöttél rá. Ha meg nem válik be a tanácsa, tudod, mi van, soha többé nem kérsz tőle tanácsot. Úgyhogy már csak ezért is visszautalva a tanácsadásra, szóval ez nem annyira jó technika. Na szóval lélegezni mi tudunk, igaz? Lélegezni tudunk. A légzés olyan, ami az élet fönntartója. Vannak jóga légzés, meg mindenféle csodálatos ilyen. De itt most nem jóga légzésről van szó, hanem pánikbetegeknek a terápiás gyógyító útjait keresve rájöttek a következőre, képzeljétek el. Mikor mi kifújjuk a levegőt, ez alatt az idő alatt van mindnyájunkban egy reflex. Megy a szívhez, és azt üzeni lassíts. Most az esetek többségében, mikor mi izgatottak vagyunk, mondom az esetek, nem mindenki, de az esetek 90%-unknál a szívünk egy picit gyorsabban dobog, mikor izgatottak vagyunk. Van olyan, akinél a szív a főtüne, hogy arról lesz észre, hogy milyen izgatott, hogy újra gyorsan, mert a szívet, ugye van paroxizmális tanikardiának nevezi az orvostudomány, mikor az izgalom mind ott jön ki, és amikor annyira ver a szívet, hogy mindenféle ilyen ritmonon és egyéb káklókat adnak, hogy normalizálódjon. Na de rájött arra a tudomány, hogyha a kilégzéseket jól megnyújtom, ha meg tudom nyújtani, akaratlagosan tudok lélegezni. Igaz, hogy a légzés ilyen kettős természetű, hogy egész magunktól légzünk, nyúlt agyi parancsra jön egy ilyen reflex, hogy lélegzünk, másrészt meg befolyásolni tudjuk a légzésünket. Tehát tudjuk nyújtani hosszan. És amikor már úgy érzed, hogy kész, nincs több szukla, még egy picit, úgy mondjuk apnoé. Tehát azt a kicsi időt még, amit bírsz még üresre hagyod, és utána felszabadultan belépszel. 5 ilyen légzés kell ahhoz, hogy a nyugtalan szívednek a ritmusa lecsökkenjen, mert ebbe a fázisba mondom, parancs, megy a szívhez, lassíts. Na de nem annyi, hogy megy a parancs, hogy lassíts, hanem van egy olyan,
kérek, Szeroni földje népzoszlop nyúlt a hét közép agyek, és föl az agy kéregig. El tudtok képzelni egy lombos fát. Itt van a fának a törzse, itt fekszik benn, innen már az agyamban lombos fa. Egy ilyen hálózat, formáció retikulárisnak hívják, hálózatos rendszer viszi, mint a fa ágai, minden agyrészhez viszi az információt, hogy len béke kezdődik, len béke van. És akkor fönn, azaz a béta hullám tevékenység, az a nagyon izgatott állapot, elkezd, mintha vannak azok a lámpák, amiket úgy tudok, tudjátok a fényerőt, hogy fordítok egyetet. Egy fényerővel lejjebb az izgalmi feszültség szint csökken, következő kilégzés, és megy a visszacsatolás, mindig körkörös a visszacsatolás. És akkor a szívhez megy a válasz, hogy igen, fogtam a jelzést, én is csökkentettem a feszültséget, te is tovább csökkentheted. És ebből lesz egy olyan öt ilyen kör, elég ahhoz, hogy helyreálljon a szívnek a normál ritmusa, és vele együtt az összes többi, mert az ember egységes lény, testlélek szellem, ebben a nagy egységben igaz, hogy a testünk az, amiben lakunk, de ez a test mi magunk vagyunk. Tehát a test minden pici sejtje értesül mindenről. Kendall neurobiológus Nobel-díjat kapott a sejtmemória felfedezéséért. Minden sejtet nem szójáték, nem csak sejt, hanem tud mindent a nagy egészről. Tehát minden információ mindenhova elmegy. Olyan csodálatos ez, amit felfedeztek ugye a hálózatos rendszerek, például a hálózat elmélet. Isten őriz, hogy itt elméletekről beszélek nektek, csak az eredményét mondom el, hogy tudjuk, hogy úgyis minden értesül róla, tehát a nagy egészben lesz egy fokozatos béke. Tehát ezért, röviden szólva, ha neked van egy nyugtalan, izgalmi állapotod, ha te tudod, hogy akár csak a légzéseddel tudod kontrollálni, hogy meg fogod tudni változtatni, hogy le tudod csökkenteni annyira, hogy a maradék feszültséggel éddel kikutatták eléggé, bizonyították, már a szervezetet megbirkózik vele. Ami marad, az már nem fog megbetegíteni, és pont ez, hogy lefölözni, hogy azt leszedni, ami már megbetegítene, ami sok, amit már nem tudnának a sejtjeid, ugye a hormon ömlenyt, ugye már nem tudnák földolgozni. Leszeded, kiüríted, leszeded, hogyan? Úgy, hogy felhasználsz okosan szervezeti folyamatokat. Miután lélegezni, mindenki tud, ötig számolni, mindjárt tudunk, hála jó Istennek, így semmi akadálya, hogy egy technikát megjegyezünk, öt hosszú kilégzés. Akárhol vagy, elérhez az idegesség, állj meg, és mondd azt, hogy most akkor csökkentem a feszültségemet. Ne törődj te azzal, hogy ki mit szól hozzá. Sokszor ilyen technikákon majd a későbbiekről, mikor mondok gyakorlatokat, lehet, hogy megmosolygod, nem baj, lehet, hogy kineveted, de az nevet, aki utoljára nevet. És csak azt tudom mondani, hogy ezeknek az alkalmazása élet és lélek mentő. És akkor fölbújt okos aggyal, egészségtudatosságról beszél az egészségpszichológia. Az a dolgunk, hogy megtanuljuk, hogy egymást megtanítsuk, hogy egymást is védjük ezzel, de megtanítani hitelesen valamit csak akkor tudsz, mert leolvassa rólad, hogyha csak pakolod, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja, leolvassa rólad, hogy te tényleg, te is használod, neked is jó, tehát tanítani csak azt lehet, újra mondom, amit te magad alkalmazol, tehát hiába mondod a másiknak, hogy te, hát ezt vagy azt csinálod, hanem együtt vele csinálod, hanem te is magad. Csinálod, alkalmazod, és akkor meg vagy róla győződve. Neked segít, akkor nagy hitellel, érvényességgel tudod mondani a másiknak. Valójában ez nem tanácsadás, ez egy olyan ismeret, pszichoedukációnak nevezzük ezt, léleknevelésnek. Hogy mi egymást tudjuk léleknevelni, hogy valami olyasfélére, ugye, amit magunk is használunk, még egyszer mondom, csak ha te használod, akkor kezd el tanítani, különben csak üresbe osztod az észt, aminek semmi értelme. Tehát első gyakorlatunk, és még itt vagyunk, ugye a distressz oldalon, hogy mit csinálj, ha éppen bajba jutsz, és milliószor vagyunk distressz állapotban. Következő gyakorlatunk, amit most konkrétan, hogy mit csináljál, Jacobson villám relaxációnak nevezte el, ez is reflexeken alapul. Mégpedig a felső végtagon, így mondjuk hivatalosan akar, a karunkon hajlító izomtónus túlsúly van, hajlító izmok, ugye általában ilyen műveleteket végzünk. A lábon pedig nyújtó, mert azért hát némi súlyt, meg ugye ha bele gondolsz, nem gondolunk bele, de úgy van a járás, szüntelen egyensúlyvesztés és helyreállás. Ugye, mint egy bölcső ring a medence, ezt meg tartani kell. Szóval
Szóval azt kutatta ki Jacobson, tanulmányos kísérleteken alapult, hogy ha a felső végtagon, karon, a hajlító izmokat picit megfeszíted jobban, mint ahogy szoktad, erőteljesebb, egy picit hosszabban is, és utána a lábon meg a nyújtókat, de egy végtében végig feszíted, és utána egy jó nagyot sóhajtasz, magától kikapcsol, tehát van egy önvédelmi relaxációs rendszer, ami beüzeni a testednek, hogy lazulj, hogy csökkenjen a feszültség. Tehát te nem csinálsz semmit, mi csak feszítünk, és engedjétek meg, hogy azt mondjam, akár milyen ideges vagy, feszíteni még tudunk. Hát ezt az egyet még azt hiszem tudjuk, más már nem olyan nagyon sokan, de feszíteni még tudunk. Vagyis megtanuljuk szépen a feszítésnek a sorrendjét, és tudjuk, a többit az okos idegrendszer megcsinálja. De nekünk nem kell többen, még a lazítás szóra sincsen szükségünk, mert a többit megcsinálja a szervezetünk. És akkor kérlek szépen, hát ha mégis ilyen állapotba kerülsz, és nincs kedved öt hosszút lélegezni, akkor azt mondod, hát nem baj, akkor van másik. Azt mondjuk, mint a zenebóc, van másik, ezt is tudom, azt is tudom, sokféle van, hát akkor élek a lehetőséget. Hol ezzel, hol azzal, csak legyen mivel. És a pszichológia azt viszonyította, úgy nevezik ezt, hogy a kontroll birtoklásának a tudománya, ha én tudom, hogy vala egy helyzetet hogy kell megoldani, a hozzáfűződő feszültség felére csökken. Miért? Mert nem tudom, jól van, hát szorongok, szorongok. Meg tudom változtatni a helyzetet. Feszült vagyok, feszült vagyok. Tudomásul veszem, tudom, mit kell csinálni. És ezért nem lehet, hogy ez a feszültség belém szorulva, ott pangjon bennem, és hogy ártalmakat idézzen elő. Na, akkor megcsináljuk a villám relaxációt, és nagyon remélem, hogy hát biztos vagyok benne, hogy többen tudjátok, mert én ahol tudom, mindenütt mondom, hogy kérlek, csináljuk együtt, én is ezzel élek, élte is ezzel, de nem akarom, én nem, senkire nem tukmálom ezt, hanem ugye az egészségtudatosság, a pszichoedukáció, a léleknevelés azt jelenti, hogy tényleg az ember kap egy kínálatot. És kaptok is egy kínálatot, amit üzen a pszichológia, hogy mit csinálhatunk, ha válaszná ki, hogy melyik rokon szembes neked. De rá fogsz jönni, hogy inkább szuszogni szeretsz, vagy inkább nagy mozgásokat szeretsz, vagy mit szeretsz, majd kiderül, vagy mik azok, amiket te felhasználsz. Mert nagyon-nagyon jó, és sok ilyen van, ami tényleg aktuálisan üzenek, na légy szíves alkalmaz. Még egyszer mondom, nem az okot fogjuk megszüntetni ezzel, hanem az aktuális feszültségállapot, minket megbetegítő hatását. Szedjük le azt a töbletet, amit ha benne vagysz a szervezetedbe, már nagyon kilódna a szervezet, hogy földolgozza, vagy sikerül, vagy nem. Ne hazardírozzunk, ne vigyünk be időzített bombát a szervezetünkbe, szabaduljunk meg a feszültségtől. Akkor arra kérlek benneteket, álljatok föl mindnyájan. Zárjuk ökölbe jól a kezünket. Jól ökölbe zárjuk kérék is, hanem voltam, volt egy ilyen szlogen, munkás ököl, vas ököl, oda csapolom. Hogy tanultam ezt a gyakorlatot, ez jutott eszembe. Jó, nem csapdosunk bele, csak nagyon jól megfeszítjük ugye az izmokat. Meg ma, jól van, hajlíts be a könyöködet, a bicepszek hagyj feszüljenek, jól van. Ne engedj el, ne engedj el, jó, tarts ki, szoríts oda a portákhoz a könyöködet, jó? Szoríts oda jól, lábadat feszíts végig. Farizmok is kőkemények, nyújtózz meg egy kicsit, mint a 2-3 centit nőni akarnám, és egy nagy sóhajjal engedj a levegőt. Zongorázz egy kicsit az ujjaidra, mert jól esik, foglalj helyet, ez volt az a bonyodalmi. Szeretsz, ha ennyi. Tehát még egyszer, karon a hajlítóizmok, lábon a nyújtóizmok, végig feszítette, szóval magad csinálod, akkor érzed ennek a ritmusát, hogy hogyan nem kell túlzásba vinni, de picit hosszabban, mint ahogyan megfeszítjük különben meg. Különben is, ha megfigyeled, a normál működésben a kezed, a kéz alkar nagy erőfeszítéses feladatokat nem annyira csinál, mint itt a finom apró feladatokat. Csak hogy az az érdekes, tudjátok, hogy a finom mozgásokat más idegrendszer irányítja, mint ahogyan a nagy feszítő mozgásokat, és így tovább. És ez lesz nekünk most a mai napon, a distressz oldalon, a mentőöv harmadik gyakorlatunk, amit szeretnék átadni nektek, aminek nagyon érdekes a felfedezése és a története. Ugyanis, mert ezt mind tudjátok, hogy a sportban a bemelegítés az egymagától értetődő dolog. És azt is tudjátok, hogy általában azt mondják, de szakértők is, akik a stressz tudománnyal nem foglalkoznak, azt mondják, hát azért, mert hogy ne szakadjon az izom, bemenekszik, ugye, és hogy a vérkeringés fokozódik benne. De hát a stressz
kísérletek meg azt bizonyították, képzeljétek el, hogy ugye magától a szorongástól szakad az izom, a szorongástól versenyző, mikor akárhogy bemelegít, de amikor a tét, hogy sikerül, nem sikerül az az ugrás, az olyan stressz, ami olyan előveszített állapotba hozza az izmokat, hogy magasabb atomos. Na nem szaporítom a szót, arra jöttek rá, és ez óriási, hogy tudnék, amikor mi bemelegítő gyakorlatokat csinálunk, nagy mozgásokat csinálunk, igaz? Nagy dobáló típusú mozgásokat, úgy nevezi ezt a szaknyelvű ballisztikus, nagy röppályájú mozgásokat, igaz? Karkörzés, és így tovább, guggolás, hajítás, ilyenek. Azt tapasztalták, hogy egy más idegrendszeri központ tüzel ilyenkor. Nem a piramis vezérlés ez a finom mozgásokat irányítja, hanem úgy hívják extra piramidális, az azt jelenti, hogy a piramis finom mozgásokat irányító differenciált, magas szintű mozgatórendszer előtt és alatt van egy ősi. Ez az ősi kívül túl extra azt jelenti. És akkor ez a mozgatórendszer kapcsol be, de ennek van egy sajátossága, innen érdekes a dolog. Hogy tudnélik antagonizmusban van, vagyis abszolút ellentétben a szorongás központtal. Vagyis amikor te elkezded a nagy mozgásokat, nem tud a szorongás központ tüzelni. Vagyis lehetetlenség, hogy te szorongjál. Vagyis hogyha azt akarod, azt mondom neked, kapcsolod meg ki a szorongás központodat. Most már ezután fogod tudni, hogy mit kell csinálni. Szorongás központot úgy tudok kikapcsolni, hogy elkezdek nagy mozgásokat. Na most nézzétek, ez úgy van, milyen mozgásokról van szó. Ami gyerekeinknél például, Isten áldott a dolog, amúgy is a mozgás központúak. Hogy például órák között, hát vagy vezessék le a feszültséget, csináljanak nagy mozgást, kapcsolják ki a szorongás központot, élvezik az életet. Na most képzeljétek el, minden olyan mozgás, ilyen extra piramidális vezérlésű, magyarán kikapcsolja a szorongás központot, ami ilyen a tehetetlenségi nyomatéknak átengeded a karod. Vagyis mondjuk, hogy ha akarod, ha nem akarod, csak legakarod. Szóval akkor ugye hagyod, vagy hagyod, hogy csapódjon egyik oldalról a másikra. Tornaórákon mennyire jók ezek a lazítások, föleveled a karod, aztán csak hagyod, hogy leessen másik karod, hagyod, hogy leessen két karod, hagyod, hogy leessen. És aztán mi elkezdesz majd mozgásokat, lehet hozzá rogyantani egyre gyorsabban. Karkörző versenyt, ha csinálsz, a hiperaktívak nyernek mindig, és utána olyan béke van. Szóval, hogy beállítják, kikapcsolják a szorongás központot, beállítják azt a bizonyos agyi alapfeszültség szintet, az arousal így nevezzük, ez az aspecifikus aktiváció. Hát most ezek műnyelven elmondottak, de ez azt jelenti, hogy mindig van az agyaknak egy alapfeszültségi szintje, ami éberség, amivel ráül az orientációs reflex, és hogy én látlak, nézlek, célzottan téged. Na szóval ugye ez az alapfeszültségi szint. És akkor hát ez teljesen bekalibrál. Szóval, hogy helyreállít, eutónus csinál. Na most kikapcsolod a szorongás központot, eutónus, helyes jó tónus. Na most hiába mondom neked, állíts be, légy szíves, az a tested izmaiban az a leghelyesebb tónus. Hát nevetséges így. Pedig mégis a szervezetünk meg tudja csinálni. Csak hogy az utat kell ismerni, hogy hogy tudja megcsinálni a szervezetünk ezt. Tehát ez az egészségtudatosság, ez a lélekneves pszichoedukáció, hogy mi megtanuljuk azt, hogy mit tehetünk a saját egészségünk óvása érdekében. Szóval, tisztelt nőtársaim, szeretnélek rábeszélni benneteket, nem erőszak, csak azért szólok, hogy próbáljátok ki. Ugye tényleg úgy van, hogy én minden reklamációt elfogadok. Én nem azt akarom, hogy nekem higgyetek, hanem azt, hogy magatoknak higgyetek, hogy kipróbáljátok, és azt látok, haj, de jó, akkor rendben van. Úgyis azt fogod csak csinálni, amit megszeretsz. Nem most itt mondom, nehogy már valaki fitness akármivel agyon gyötörje magát azért, mondjuk elkezdjen futni pusztán azért, mert hogy azt mondták, csak a futás segít, de úgyis száz más is van. A futás nagyon jó, persze miért jó, mert nagy lendítő mozgások, és egy olyan nagyon kiszáll szinte abból az normál feszültség állapotból, hogy majd elszáll. Módosú tudatállapot jön létre, nagyon sok minden, amit most nem tudok elmondani, csak annyi, hogy az biztos, hogy megtermeli a napi endorfin szükségletét, örömhormon szükségletét az, aki fut.
És ezért van már ugye, aki nagyon szeret futni, de például ez is egy mód, de nem úgy már aztán valaki ott csak kényszerből fusson. És oda akarok kilukadni, hogy ne csinálj semmit kényszerből, mert annak verejték szaga van, és az nem jó, hanem csináld úgy, hogy válasz ki a sok közül, ez tetszik nekem, ezt fogom rendszeresíteni, azt jó, kedvel tudom csinálni, azt fogom csinálni, ez lesz az én gyakorlatom, kiválasztasz egy gyakorlatot, képzeljétek el, hogy azt igazolta a saját vizsgálataim is. Ugye van egy időmérő kis központ az agyunkban, a látóidegpálya kereszteződése fölött van egy kis szürke állományú magvacska, nukleus supraopticus chiasmaticus, hosszú neve van, pici mag, nem érdekesebb, van egy ilyen kis szürke állományú magvacska, leszedi az üzeneteket a kozmoszból, mert az univerzum persze küldi nekünk aztán szépen, a hold, a maga miért hold hónapban dolgozik a női test 28 napos, mondjad már miért. Azért, mert így vagyunk, vagy teremtve, vagy alkotva, legyen a hitet szerint, hogy az ember hogy van, úgy, ahogy. Minden esetre ez van, hogy van egy szerkezet, ami működik törvények szerint. Na most nem csak a kozmosznak veszi le az üzenetei, 28 napos ciklus, akkor ugye a hajnali ébredés hirtelenbe ébreszt, és itt a parancsnok, időmérő parancsnok az agyunkban. De veszi ám azokat a jelzéseket is, amik belülről jönnek. Tehát például te minden nap reggel, nem tudom hánykor kezd, 6-kor, akármikor, ha hozzá kapcsolod okosan, hogy egy-egy gyakorlatot megcsinálsz, akkor programozol. 28 nap a tanulási idő az idegrendszerbe. Be akarod ültetni, ugyanúgy hát nézd, itt tanulsz, vagy biciklizni, úszni, autót vezetni, nem figyelsz oda, hogy hanyasba van a kezed éppen, mert mindent csinál automatikusan azért, mert a tudatos vezérlés fáradozásaiból vagy rövid figyelmet igényel, a gyakorlás kikapcsolja és letelepíti szubkortikális, vagyis a tudatos alatti automatizmusok vezérlési szintjére. Érthető, amit mondok? Csak annyira szeretném, hogy úgy képbe legyünk, minnyáján is tudjunk lépést, de azt hiszem, aki tud valamit úgy, hogy úszik, az, ha 10 évig nem kerül vízbe, akkor se fog utána elmerülni. Mert a program kész, ott van benne. Na, ilyen programokat írhatunk, mi okos programokat. Vagyis, ha valamit, amit kiválasztasz gyakorlatot, azt egyszerűen megjelente, például megcsinálod mindig ébredés után. Ugyanabban az időben, 28 nap, zsupsz, lemegy a program, szubkortikálisra magától csinálja. Neked csak el kell kezdeni, és az összes hatás, ami hozzájárul, már ki is váltódik. Tehát amire rájöttem a saját kutatásaim alapján is, hogy nem a tengernyi rengeteg edzés meg ráfordítás, hanem az, hogy időben vagy struktúrálod, csinálsz-e belőle rendszer, a rendszerből lesz-e szokás. Hát van is egy ilyen, állítólag ezt a Dalai Lámának a mondásaként őrzik vagy tartják számon, hogy valamit művelj rendszeresen, csinálj belőle szokást, a szokás jellemet arat, a jellem a sorsod. Szóval, hogy ha beépítünk valamit, és úgy, mint a fogmosást, a tisztálkodást, ugye a életed szerves részévé teszed, nem gondolsz bele, reggel fölkelsz, nyúlsz a fogkeféért, vagy a szájvízért, vagy tudj Isten, amit beprogramoztál, azt nem a tudat irányítja, hanem automatikusan. Ugye, hogy kinyitod azt a csapot, hát nincs ott az agyad, bocsánat, mert ez automatizmus, egy csomó ilyen automatizmus van. Hát akkor programozunk, vagyis, hogy reggel oda, innen tértem le, hogy el akarom mondani nektek, hogy reggel például, miért nem csináljunk a saját vizsgálatainkat 20 ilyen mélykukolás sajtítás, egy fölemelet, jól kinyújtózol, jó mélyvele és föl, és újra le, és föl. Hát tiszta extrapiramidális vezérlési mozgások. Csinálj 20-at. Jó, hát az első héten, 5 utáni hex, aztán 10 után, hex, és akkor vagy szóval, hogy egyre inkább azt érzed, hogy többet és többet bírsz, és tapasztalat szerint a második héten, ha ezt csinálod, már nem is fáradsz bele, viszont nagyon jó tesz az iszomzatnak, mert egy kis kondicionálás. Zsírégető gyakorlat, figyeljetek, hát az nálunk mindig egy szempont sajnos. Szóval ilyen szempontból is nagyon hasznos. Azon kívül szépen eutónus csinálsz, vagyis mit csinálsz, beállítod magad, nem te, hát az idegrendszer bölcsessége. Csinál egy jó közérzetű olyan eutónust, hogy frissebbnek, fittebbnek érzed magad. Szóval eutónus mérhető. Egy biztos szorongás központot ki van kapcsolva. Na most miért ne engednék meg magunknak? Miért ne? Az egész annyira egyszerű. De mondok mást, ugye jön a negyedik gyakorlat. Ezek mind olyanok, vidd haza és csinál
tedd zsebre a gyakorlatokat, hogy kell csinálni, és csinálod, hogy szeretsz nyújtózkodni? Mikor fekszünk, ugye némelyikor, annyira jól esik, hogy jól nyújtózni lábbal, lefele, karral, fölfelé. Na, akkor csinálj belőle egy kis módszert, hogyan? Hogy egy szisztematikus, tehát rendszeres, de hogy? Reggel kinyitod a szemed, még az se kell, hogy kinyisd egyébként. Nyújtózol úgy, hogy nyújtózol jobb karral föl, nyújtózol, meg a bal karral föl, nyújtózol, meg a jobb lábbal, meg a bal lábbal, két karral, két lábbal. Úgy, hogy lefele van feszítve a lábujjad, lábfejed, meg úgy, hogy nyújtva van a karod. Ez az egyik változat. Mikor ezt végigcsináltad, akkor ökörbe zárod a kezed, és pipaláttartás akkor következik. Egyik kar, másik kar, mint két kar, ökörbe zárva. Ugyanis más izmokat nyújtasz meg. El tudjátok képzelni, hogy vannak az izomossók, úgy az izom nyalában, mint a tangó harmonika. Megnyújtod, és a kedvező állapotba visszaugrik. Megnyújtod, kedvező állapotba visszaugrik. Na hát gondolom, hogy nem esik nehezre, annyira finom, olyan jól esik. És akkor pipaláttartás egyik lábbal, másik lábbal, mindkét lábbal. De ha még van egy perced, akkor már magas művészi fokra viheted, te csinálhatod jobb karbal láb, bal kar, jobb láb, és ugyanígy nyújtott kar, lefeszített lábfejt, és ökölbe zárt, kézhez összetartozó és pipaláttartás. Na, hát bonyolult? Egyáltalán nem. De amennyi időcskét van, meg amennyi kedved van, ne erőlködj és ne erőltess, de ami jól esik, csináld meg. Mert egy kicsit az izomossókat jól megnyújtottak, meg hagyott, hogy mikor az visszaugrik, akkor egy jó tónusba ugrik vissza. Ettől mindjárt már ez egy nagyon kellemes állapot, mire fölkelsz, már egy sokkal jobb biológiai testi állapotban vagy. Ugye ezek nagyon fontosak, hogy mi éljünk vele, jegyezzük meg. De még egy olyat mondanék, ami már nem fizikai természetű, de amiről a tudomány igazolta, hogy még mikor mi magunkhoz térünk reggel, hogy mondjam ezt az ébredésnek, van ugye egy átmeneti ideje, néha kicsit még kómában vagyunk, legalábbis sokan a kávéra rászokottak, legalábbis az első kávé, igen, kicsit még ugye kómában vannak. Na minden esetre még ágyban fekve, még föl se kelsz, és magadban egy kis magadnak fölépített mondókát végig gondolsz. Na most akkor néztek rám, mi ez? Hát elmondom, mi. A beállítódás expektancia kutatás azt igazolta, hogy mikor befele figyelő tudatállapotban vagyunk, vagyis nem nyitott szem kifelé, mert az egy balagyféltek és éberség, az egy egész más lelkiállapot, más tudatállapot. Mikor mi még benn vagyunk ebbe a szendergő tudatállapotban, még alfa állapotban, akkor felvevő képes úgy az érzelmi ad, hogy leparancsol a testnek. És azt nem tudja nem tenni, nem tud máshogy kifejezni. Annyira veszi a parancsot, hogy nem tudja nem tenni, muszáj neki, be van programozva. És akkor mit csinálunk? Csinálsz egy kis mondókát, valamit, ami jól esik. Nem szabad a nem szócskát, semmi tagadás, semmi ilyet nem szabad benne alkalmazni, mert az érzelmi agyunk az nem érti ezt a bonyodalmat, hogy nem, meg az ilyen kifejezéseket tlan, szorongástalan, vagy mit tudom én, most nem tudom, mit találja ki. Az a lényeg, kóstolóképzők, tagadások, nem, ezeket nem érti, nagy tulajdon neveket sem, semmi, mit ért, ami nagyon konkrét, nagyon érzékletes, nagyon szemléletes, nagyon könnyed, nagyon dallamos, nagyon, mint a gyerekmondókák körülbelül, azt nagyon szereti, azért van, hogy az óvodásaiknak a jobb agyféltekei tudatműködés dominál, és ezért szeretik a meséket, a mondókákat, a táncikákat, a dalokat, a mindenfélét, mert neki ez a úgynevezett szimbolikus gondolkodás a fő erőssége az agyuknak. Mert még nincsen olyan agyféltekei kifinomultság, hogy tudjanak számolni, írni, olvasni, stb. Na, szóval azt nem értjük egymást. Tehát egy mondóka, ami az érzelmi agy nyelvén szól, és ami, mivel leparancsol úgy, hogy úgy gondold el, egy marionettet el tudsz képzelni, itt van az érzelmi üzenet, az, hogy mit üzensz, miközben üzenet, a tested meg úgy fogadja, hogy itt van a parancs, ezt kell tenni. Na most hogy szól ez? És hát ugye természetesen semmit nem úgy mondok el, hogy de nekem higgyétek el, nem? Javasolom, hogy csináljatok egy hetes saját tesztvizsgálatot.
hogy egy hétig csináljátok mondóka nélkül, és egy hétig csináljátok ilyen egész napra rákészülő, lényegében rákészülés, a napra rákészülés. Elmondod a mondókát, stigulázd, hogy hány jó dolog történik veled. Egyik héten és a másik héten. És mondom a mondókát, és hozzá elmondom, mit bizonyított a tudományos pszichológia. Szóval még nem nyitott ki a szemed, de azt magadban gondolod, jó reggelt, fölébredtem, jó reggelt kívánok magamnak, mindazoknak, akiket szeretek, és akikkel ma találkozni fogok. Ez az én személyes mondókám egyébként. Ma valami jó történik velem. Oda vezetek egy fénysugarat a lábujjaimhoz, végigvezetem, mosolyog minden, pici sejtem, örül a mai napnak, ma valami jó történik. Jó reggelt. Na, hát ezt hosszan elmondtam, megcsinálod a mondókádat, a te sajátodat, vagy ezt is használhatod. Én már nagyon rég használom, nagyon jól beválik, azt tudom mondani, de mondom, nem akarok példálózni, a te tapasztalatod a király, azt dönti el, hogy jó neked, vagy nem jó neked. Na akkor ugye, majd stikulázol, megnézed, hogy hogy alakul. Hát tudom, hogy hogy alakul, miért. Mert ugye azt tudjátok, hogy a szem az csak egy közvetítő szerve a látványnak, de ami fölfogja, az az agy. És az agyat dönti el, hogy mit lát, mit akar látni. Nézni nézel, de nem mindent látsz, amit te nézel. Mert ezt igazolhatod, hogy az érzelmek ebbe hogy belejátszanak. Valakit nagyon nem szeretsz, és előfordulhat veled az, és biztos van hasonló tapasztalatod, hogy jön szembe veled valaki, elmégy mellette, rád köszön, mi? Nem nevezel észre? És tényleg, hát nem, tényleg nem vettem észre. Na, akit így nem veszünk észre, az a érzelmi bajunk van, az egyszer biztos, vagy nagy valószínűséggel, az agyad azt mondja, na ne, ezt neved össze. Na most úgy nevezi ezt a pszichológia, hogy perceptuális elhárítás, vagy perceptuális elfolytás. Nem engedi, hogy tudatosuljon. Mert nem volna jó, hogy észrevett. Ne vedd észre. Míg más dolgokban meg, hát direkt a fel, úgyis mondjuk a felszólító jelleg. De azért csinálják azt, hogy nagyon is vedd észre, hogy mondjuk egy autoreklám mellé tűzbefűzhető nőt odaraknak, azon a hamis üzenettel. Na, nézd oda, egy ilyen kocsit van, már ilyen nőt is birtokolhatsz. Szóval ezek a hamis reklámok, ugye a szimbólumokat felhasználják a mi behetetésünkre, sajnos mi meg bevesszük, megvesszük, megesszük. Szóval elég baj, manipulálhatók vagyunk. De mi most csak arra gondoljunk, hogy mi saját hasznunkra hogy tudjuk ezt fordítani. Te elmondod a mondókát, megkapja a parancsot az agyad. És hát világos, hogy egész nap, hát ez olyan, úgy is működik. Nem kell erre gondolni egész nap, csak élni az életedet, az már megkapta a parancsot. Mit csinál a szemed? Hát kapja az agyi parancsot. Vedd észre, hogy van az a jó, keresi a jó. És ami mellett meg máskor bosszankodnál, el tudsz menni, hogy nem veszed észre, fel se veszed. Hát azért már mégiscsak számít. Mert egy nap mennyi bosszúság is éri az ember. És hogy ezért javasolom azt, hogy ugye próbáljátok ki. Egyébként olyan aranyosat, ilyenkor kell elkezdeni az egészségnevelésben, nem? Mikor még azt se tudja, mit hal, de ne higgyétek, hogy már nem tudja. Szóval, hogy főként, hogy karma van, az nagyon sokat számít. Na jó, szóval ugye mindnyájan megjegyeztük, hogy csinálj mondókát magadnak, mondd el, nem? Túl hosszú, nem kell olyan túlságosan sok szöveg. Az a lényeg, hogy hangolódj rá a napra. Várj a naptól valami jót. Engedd meg a te idegrendszerednek, hogy úgy állítódjon be, az egy beállítódás pszichológia, hogy arra állítódjon be, hogy elvár, valamit elvár. Hát képzeljétek el, az elvárás pszichológia, hát olyan döbbenetes dolgokat bízott ránk, hogy az valami elképesztő, ezzel alakul például a placebo effektus. Hallottatok már erről? Hogy ugye tetszel nekem, hogy tetszeni fogsz egész pontosan. Hogy például ugye egy gyógyszer hatásában, például egy antidepresszánsnak 65%-a placebo hatás. De ne higgyétek, hogy ez csak ilyen lelki valami akármicsoda. Ugye egész pontosan azt tudjuk, és ezt Frany Tamással és animális agykutatók igazolta, hogy amikor beveszed a gyógyszert, egy kémiai hatás, mikor azt a gyógyszert te úgy veszed be, hogy egy jóságos orvos, aki orvosság tud lenni, az úgy beszél veled, hogy azt mondja, hogy asszonyom,
A tudásunk mai szintjén ez a legjobb, amit adhatok önnek. Nem fog rögtön hatni, 6 hét a hatásideje, szép lassan. Ne legyen türelmetlen, 6 hét után jól fog adni. Na, megtörtént a placebo effektus, mi ez? Se te, se én nem vagyunk a birtokában a placebo effektusnak. Mi az? Kettők között az a kapcsolati híd, és ezt igazolta Frany Tamás, hogy lényegében, mikor mi, de egymással egy ilyenfajta kapcsolatba kerülünk, ahol én bízom benned, de meg én bennem. És így tudjuk, hogy egymás hasznára, segítségére vagyunk, akkor létrejön egy micsoda, az agysejtjeid elkezdenek termelni drogokat. Fájdalomcsillapítót, kedélyjavítót, antidepresszáns, tehát van 45%-a gyógyszerhatás, és mennyire, ha tudok számolni, 55% meg, ugye a többi meg a te saját agyad által termelt drogok. És ha mi ezt fölfogjuk, hogy milyen csoda van az emberben, hogy a te saját elméd állapotától függően az agyad saját drogokat termel, akkor hát a fiatalokat, mintha benne vagytok, meg kellene tanítani, hogy gyerekem, hát termelj saját drogot. Hát attól nem fogsz meghalni, sőt, hát az a te hasznodra van. Na, nem akarok túl messzire menni, de remélem, hullámhosszon vagyunk és egyetértetek, hogyha mi tudunk saját drogot, azaz ugye tudatállapot befolyásoló szergyógyszer, tudunk termelni, termeljük már meg a sajátot. De akkor tudjuk, hogy hogy kell csinálni, hogy mikor kapcsoljuk be ezt a termelő folyamatot. És valójában már át is mehetünk. Most, bocsánat, hát ugye be kell osztanom az időt. Tehát most muszáj a másik oldalon, hogy a vitalitás generátorokról is tudjak már beszélni, hogy mi az, ami ott van előttünk, ott hever előttünk, és életelő serkentő. Amitől mi is a vitalitás generátor? Örömközpont izgalma, immunrendszer stimulálása, endorfin termelés. Ez a nagy háromszög, ez a vitalitás generátor. Már akkor, mikor mi a mondókánkat mondjuk, már akkor egy vitalitás generátor funkció irányába megyünk, mert azt ígérjük a testünknek, hogy valami jó történik. És megtörténik, persze, mert észreveszed. Szóval nézzük most ilyen nagyon szisztematikusan, hogy mit igazolt a tudomány, hogy mik azok, amik vitalitás generátorok. Hát először is, ha én azt kimondom nektek, hogy hit, akkor sajnos ott tartunk, hogy a többség arra gondol, valami vallási ízéről van szó. Én magam hívő vagyok, de azért is szeretném hangsúlyozni, hogy ennek dacára, hogy mi az én hitem, mi a te hitem, tartsuk már tiszteletbe egymás hitét. Abba hiszünk, amiben akarunk. Felnőttek vagyunk, jogunk van hozzá, hogy olyan filozófiát vagyunk, amilyet akarunk. Egyet értetek? De a tudomány tudomány, az azt mondja, mérni akarok. Na most hát mit tud mérni a tudomány? Hogy az a hit az micsoda? A hit az emberben lévő olyan képesség, finalitás, céloksáv, bonyolultabban teleológia, vagyis a logosz a tudomány, a tele a távol hatásoknak a tudománya, a teleológia. Az emberben van egy képesség, hogy tud előre tekinteni, tud tervezni, tud egy elképzelést lidelgetni, remélem tudsz, hogy mit akarsz 5-10 év múlva az életeddel, hogy merre tartasz, megtervezed az életedet, ez a tudatosság, nem csak élek egyik napról bele a másikba, és csak úgy eszem iszom, belealszom magam a kábulatba, és újra föl kell, hanem azt üzeni a pszichológia, légy szíves, tervezd meg, először is tedd le a saját filozófiádat. A filozófia úgy szól, mi az, hogy filozófia az életedről valami olyan magyarázó rendszer, hogy te tulajdonképpen hogy vagy ebből majd egészbe. Hát gondoljátok el, hogy milyen égés, hogy azt meg kell, hogy mondja nekünk a boldogság pszichológiai kutatás, nem tudjuk józan eszünkkel, hogy mégis kell arra választani, hogy honnan jöttél, hova tartasz, hogy vagy terve az univerzumban. Mit gondolsz arról, van nekünk küldetésünk, vagy csak úgy, semmiből jött a világ, semmi felé tart, értelmetlen, nincs értelme, és a semmibe hullik. Na most akkor melyik a te filozófiád, hogy azt gondolod, mégiscsak volna valami erő, ami minket életre hívott. Legyen a te hited szerint, újra mondom, de a tudomány nem tagadhatod meg, ami azt mondja, ha te tudod előre mered, előre elgondolni, tervezni. Mit szeretnél 10 év múlva, ha én a 75. életévenben megmerem tervezni a 10 évemet, tervezd már meg te is. Tervezd meg miért? Azért, mert amit te beviszel, az lesz a parancs. És a te parancsod az, ami szól a testedhez,
hogy mi a cél, mit akarsz elérni. Amelyik hajó nem tudja a szélt, annak sosincs jó széljárás. Tessék megtervezni, mikor én elolvastam Kopmária idevágó tanulmányát, nagyon kemény üzenet, elmondom mindjárt nektek. Meg is ijedtem, azt mondtam, eget, ennyire felelős vagyok az életemért, hát akkor muszáj megtervezni. Még aznap este, mikor majd mindjárt mondom a cikket, elolvastam a cikket, megírtam, akkor 5 éves élettervet írtam, gondoltam 5 éves terv, hát gyerekkoromban annyi 5 éves tervet hallottam. Na, 5 éves terv, megírtam, de azóta még tudatosabban a tervezés döntő. Tudjátok, milyen ez? Itt van a jelen, és ott a célszallag kifeszítve, egy láthatatlan pontra, hova te el akarsz érni. Ez a te életirányod, ez a te iránytűd. Ott benn, a mélyben is minden sem tud róla, hogy ez a feladat, hogy téged megtartson, hogy te azt a célt elérd. Mondom az idevágó kísérletet, 6700 valahány magyar polgárral csinálta meg, 10 éves követés. Meg tudod tervezni az életedet? Mit szeretnél kezdeni vele? Mi a te célod? Mire törekszel? Mi az értelme az életednek? Na, a 6700 valahány az apró számokat mindig elfelejtem. Szóval az a lényeg, hogy nagyjából a fele olyan volt, akik így választottak, hogy majd, hogy nem rossz néven vették, hogy már bocsánat. Hát hogy tudnám én az életemet megtervezni, amikor annyi minden szorongat? Örülök, hogy egyik napról a másikra élek. Nem is tisztességes ilyeneket kérdezni az embertől, annyira kiszolgáltatottak vagyok. Nem tudhatjuk, szóval ilyesféle válaszok. Szóval nem terveztek, nem tervezték meg. Másik csoport meg, úgy, mint mi itt valószínűleg valamennyien, természetesnek azért csak van elképzelésünk, képzelés, a képzelő tudat csak valamit mond, hova szeretnénk jutni, föl akarod nevelni a gyerekedet, unokádat, stb. Hála Istennek, akinek családja van, biztos, hogy van élettervre. Na szóval ugye így, el tudod gondolni, a másik csoport meg elgondolt. Na megnézték az egészségi állapot alakulását. Ezt adjátok össze, 10 évről van szó. Az a csoport, azok az emberek, akik nem akartak vele gondolni, nem terveztek semmit, örültek, hogy... De elmondom nektek, mert Kopmáriától magától hallottam, de bocsánat, egy kicsit profán, de nem mondom ki csúnyán. Volt olyan, aki azt mondta, örülök, hogy testnyílásaim vannak. Nem, hogy még én tervezem, hogy mi lesz velem x idő után. Ugye értitek, hogy hogy szólt ez, csak nem mondom csúnyán. Na szóval, ugye a fél az élettől. Hát az életfélelem, életfélelem és halálfélelem egyébként abszolút összetartoznak. Másrészt Paul Tillich, egy híres filozófus mondta azt, és pszichológus is volt, életbátorság. Az egyik kedvenc szavam, életbátorság, bátorság. Bátorság, hogy merjünk állodni, merjünk tervezni, merjünk jövőképet, merjünk akarni a lehetetlent. Lehet a lehetetlent is akarni. Hát én a lehetetlen akarásába fogtam bele egy Makovec templom fölépítése. Nem fogom én magam fölépíteni, nem baj. De hát miért ne kísértsük a lehetetlent? Hát meg valamit próbálunk. Na most csak azért mondom, érdemes, mert vitális erőket szabadítasz föl. Vitalitás generátor, ha te a jövődet megtervezed. Ne pusztuljunk bele, mert az a csoport, ugye akik nem mertek, azok többen meghaltak már, szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók és a depresszió. Nagyon magas arányba fordult elő köztük. Ne betegedjünk már bele az életünkbe, ne halljunk már bele idő előtt. Hát akkor mi kell ahhoz? Hát a lelki erő, az élet erő, a vitalitás, és akkor ahhoz meg mi kell? Tehát azt mondjuk első tételünk, vitalitás generátor, a hit abban, hogy van jövő, egy olyan jövő, ami ha esik, ha fúj, ha migráció van, ha nincsen, ha ez van, ha az van, valami van, ami még mindig fontos. És akkor ugye, ha megtervezed a jövőd, muszáj a végére oda tenned. Na kiért, miért csinálod ezt? De te tudod, kiért élsz, miért élsz? És aki tudja, hogy kiért él, miért él, az Viktor Frank üzente, a csodálatos könyvet írt, és mégis mondj igent az életre, az a könyv címe, jó hosszú cím, egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort, és meg leírta. Körülötte, a táborban hullottak az emberek, mint a legyek, föladták. Föladták, mert nem mertek hinni abban, hogy túlélhető. Ő meg nap mint nap nyomta az agyába, hogy túlélem, találkozom a feleségemmel, gyerekeimmel, talán még meg tudom írni újra a könyvemet, elégették az ő tudományos kéziratait, mikor a koncentrációs tábort küldték.
és azt mondja, mindenki hullott körülötte, és ő bebizonyította azt, hogy aki élni akar, akiben ez az élet erő és akarás működik, ez az élet bátorság, hogy bármi van, tehát Recsket is idézhetném, Faludi György, a pokolbéli vígnapjai. Hát most mondjátok meg, ott éheztek meg, agyon voltak már zúzva, kövekkel meg minden, és filozófiai szemináriumokat tartottak egymásnak. Miért? Nehogy megkopjon az agyuk, mert azt edzeni kell, ugye, hát elképesztő. Na most ezt nevezem ilyen életerőnek, vitalitásnak, életbátorságnak. Nézzétek, ez a lelki erő. Hát ez. És akkor azt üzeni a tudományos pszichológia, hogy bebizonyítom, ha ezt működteted magadban, talpon maradsz, egészségben maradsz, nagyon jó karban maradsz, jól érzed magad az életben, hát akkor könyörgök, miért ne tegyük, ha csak ennyi, amit be kell adni ahhoz, hogy egészségben talpon maradjunk, hogy jó kedélyben, na és a jó kedéllyel a második ponthoz értünk. Nem lehet injekcióval persze a humorérzéket beinjekciózni, de szeretném elmondani, a Ma még nem nevettem című könyv, ha valaki azt elolvassa, hát abból megtudja, hogy mit üzen a tudomány. Hát először is, tisztelt jelenlévők, kacagjunk, amennyit csak tudunk, hahotázzunk. Mi történik a hahotában? Most csak a biológiai részt mondom ám, mert nevetni jó, meg együtt nevetni jó, meg összenevetünk, meg a nevetés ragályos, igaz? Összemosolykunk, hát a 9 perces újszületett Papusek nevű kutató házaspár, csehek, kimentek Amerikába, világhírűek lettek, pici babákat, újszülötteket. Hát képzeljétek el, válasz mosoly, ilyen ezzel születünk, hogyha valaki ránk mosoly, 9 perces újszület, az volt a lényeg, hogy cici magasságban lehetett csak blendészni, mert ugye így lát ebbe a távolságban, mert ez szükséges neki, ugye, hogy megtalálja, hogy mi a fontos táv. Na minden esetre hát erre képesek vagyunk, mi emberek így vagyunk programozva, vagy szociális érzékenységgel, mert mi beleszületett társas lények vagyunk. Mi nem tudunk egymás nélkül élni, ezt tudomásul kell venni, összemosolyunk. New Yorkban megcsinálták azt a kísérletet metróból. Emberek jöttek ki, pszichológusok, hogy elég ugráltak, és a rámosolyogtak, és kukkolták persze, hogy mi a helyzet, van-e válaszmosoly. Csak azok nem mosolyogtak vissza, és sok vetetlenkedtek, hogy mi ez, mit csinál maga, akik egy kicsit lelkileg sérültek voltak, mert aki nem sérült, azt a rád mosolyogok, legalább egy picit visszamosolyogsz. Mert ez reflex, mérőjövő. És a mosoly, mi történik a mosolyban? Az amigdala nevű agyimaghoz megy egy üzenet az izmoktól, csak az izmokat működteted, nem is kell, hogy úgy érezd, hogy mosolyra áll a lelked, csak működtesd az izmokat. Megy az amigdala nevű az agresszió központ, és az elkezdi csökkenteni az agresszív feszültséget, és a mosolyjal magával te egy válaszmosolyt hívsz elő a környezetedből, megy ez ragályosan tovább. Jobb lesz a közérzet, jobb lesz a kapcsolatrendszer, egy egész más atmoszféra alakul ki. Amerikában kiadják a parancsot, keep smiling, tessék mosolyogni. Miért? Mert a biológiai reflexet, Ekman nevű kutató, képzeljétek, mimika kutató, kimutatta 30 másodpercig tartod az arcodon a mosolyt, és az egész biológiát megvált, vitalitás generátor, be van csapva az a kis örömközpont, hogy öröm van, és azt hiszi, és akkor üzeni le, hogy tessék jobban működni az immunszerv, ez egy belső program, ha belegondoltok, és endorfin termelés időnk, de akkor már nem mosolyogjunk, de még jobb, hogyha nevetünk. De gondoljatok bele, nem szoktunk belegondolni, hogy hogy nevetünk. Ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, de nem ho-ho-hunk. Észrevettétek? Nem ho-ho-hunk. Az a kutató, akivel én írtam ezt a könyvet, amit nem nevettem, az pont ilyen elektrofiziológiai, nagyon magas szintű kutatómunkát végez, igazolta, minden egyes magánhangzónál másfajta feszültségcsatornák nyílnak meg, amiből köpjük ki a feszültséget. Hát akkor ürítsük. Hát a köpés bocsánatot kérek a kifejezésére, de tényleg így zuhan ki belőlünk a feszültség, mert szakkádikus, ugye szaggatott, ugye a nevetés. És akkor a rekeszizom, ami amint egy férfi kalap, belégzek, kilégzek, belégzek, és amikor kilégzek, ez a nagy köpeny, mert egy hatalmas izomköpeny, a rekeszizom oda nyomja ugye a tüdődet a mordafalhoz, és akkor mi történik benne a szervezetedben? Hát a kocogás, az sikerik kocogás. Mert annyira jó megmasszírozza a beleidet, például ugyancsak a New York-i egyetemen bizonyították, de tudjuk, hogy a jókedélyűek nem székszorulósak, ugye tudjuk. Na most azért, mert a nevetésben masszírozgatják a beleiket. Olyanokat összeszedtek, akik ilyen
robbantásos technikákkal tudtak csak produkálni, és az volt a feladatuk, hogy 5 napon át, ugye tovább a kísérletet nem lehet, mert vérsavarodás veszély, 5 napig nem volt szabad a saját technika, de reggel, így gyomorra, 20 percig a nagy nevettetők filmjeit nézték, és ott hahotáztak, dőlnek a nevetéstől. És szerencsére akkora nagy, hatalmas, úgy is mondhatnám, hogy ürítő, feszültség, csökkentő hatása van a nevetésnek, hogy nem tudom, voltatok-e már olyan állapotban, hogy zárókizom fenyegetettség, hogy valóban, mert hogy ugye olyan hatalmas, nagy, belső munkát, de ez feszültség kipréselése, és feszültségtől szabadulunk meg. Hát kérdezlek benneteket, miért nem nevetgélünk már többen? Hát lehet, a legmeglepőbb volt a Károlin, mikor én kezdtem a nevetéskutatást, gelotológiának hívják, gelosz a nevetés, görögül gelotológia. Kezdtük, hát a hallgatóim, persze, mindenféle, nagyon bonyolult egy kísérleti feltételrendszer, az a lényeg, hogy azt nézték, hogy minek hatására bújjon ki a nevetés az emberből, mikor együtt vagyunk egy csoportban ismerős, nem ismerős, stresszel csoport, és így tehát tudjátok, hogy a stresszel csoportban sokat nevetnek az elején? Voltál már úgy, hogy nagyon feszes volt a levegő, vágni lehetett a feszültséget, valaki egy csacskaságot csinál, és elkezd nevetni a csapon. Voltál már így? Azért, mert kirobban a feszültség ürítés, persze. Na, hát ugye megnéztük tudományosan, mennyi nevetés, milyen ingerre, milyen helyzetben. Hát kijön egy ilyen furcsa dolog, hogy semmiféle külön oka nincsen, és a együttes nevetkél. Vagyis, hogy mire jöttem rá? Hogy nem csak okkal nevetünk, mikor viccet mesélnek, vagy humor van, hanem mikor jól érezzük magunkat együtt, akkor mit ad Isten? Akármin is tudunk úgy nevetni, mindegy, nem kell nagy-nagy, belült rázó, hatalmas, mentális megmozgatás. Jól érezzük magunkat együtt, és akkor könnyebben kacarászunk, nevetgélünk, jól van, vagyis szociális, kapcsolati olajozószer a nevetés, közelebb hoz. Bátorít a kapcsolatra. Na de ott van a humor és a nevet, és a vicc. Ugye mi nevetünk, humor és vicc. Hát a vicc az nagyon érdekes, hogy de a humorban is az van, hogy összeférhetetlenség agyilag, hogy két dolog úgy tartozik össze, hogy nem tartozhat úgy össze. Ugye, hogy a Woody Allen vicc az biztosan mind ismeritek, hogy én olyannyira megengedem most már magamnak, hogy elmenjek egy reinkarnációs tanfolyamra, elvégre egyszer élünk. Na, ez a paradoxon. Ugye az összeférhetetlenség. Akkor mutja ki a nevetés, hogy az elme, az okos elme törvedezi a paradoxon. Vagyis a paradoxon keletkezési pillanatában az ember nevet. Na de innen jön az egészségvédelem, vitalitás, generátor funkció, azért Isten áldott a dolog a humor, a legkatasztrofálisabb emberi helyzetekben is, amikor már megáll az ész, már se Isten, se ember, senki nem tud itt valamit mondani, akkor jön a humor feje tetejére, állítja a dolgokat, és mi a lehetetlenen, a megoldhatatlanon, a tragikuson elkezdünk nevetni. Mi ebben a gyógyító? Az, hogy a nevetés igazolta az immunstimulás 20 percig, ha nagy nevetetek filmjeit nézzük, és előtte egy kis tárgylemezre, azt tudjátok, ami a vérkemet és a köpszedjet, a nyálban A immunglobulin van. Ez az, ami a vizsgálati mintaanyag, a köpés. A nyálat megvizsgálják, és megnézed a filmet, megnézzük a filmet, nevetünk nagyokat, újra adsz egy kis tárgylemezre valamit, és összehasonlítják. És ugye ez volt a világra szóló, amit nem, szinte nem akarták elhinni, hogy tényleg ilyen hatalmas erő, hogy egy 20 perces nevetés hatására az immunrendszer erősen szignifikáns, ez azt jelenti, hogy tudományosan bizonyíthatóan magas fokban, jobb állapotba kerül. Hát akkor meg mit halódunk? Mit hagyjuk magunkat így, hogy padlón hever a lelkünk? Hát emeljük föl a lelkünket. Hát ha tudjuk, hogy a mosoly, a nevetés, a gyerű, ezek mind-mind immunstimulások, ne hagyjuk már, hogy a szervezetünk busongjon, mert ne felejtsd el, depressziós vagy, immunszupresszió. Vidám vagy, vidám a te immunrendszered, és azt mondja akkor rajta, sőt, endorfin termelés indul. Tehát ami jó, arra még rá segít a szervezet, és hagyja, hogy fönnmaradjon.
Ugye vitalitás generátor, már tudjuk, hogy legyen hitet meggyőződése, remélem mindenki megírja a 10 éves élettervét, az csak gyarapítgass majd. Gondolj bele, hogy amilyen a rátett erő, az szerint leszel megtartva, erőben, egészségben, hát akkor legyél szíves és művelt, feltéve, ha tényleg szándékodban áll elég jól élni még azt az időt, ami kiszámíthatatlan természetesen, de bánjunk, hogy úgy az idővel, ami kvázi végtelen, hogy utolsó pillanatig nagyon jól ki tudjuk használni jó életminőséget. Én gondolom, hogy ezzel mindannyian egyet tudunk érteni, nem csak az én korosztályom, hanem mind a fiatalok is, akik szeretnének szépen és jól élni. Na, vitalitás generátor. Most mondom az utolsó tételt, sok van még, de ránézek az órára, és muszáj, hogy valahol vége legyen. Már mielőtt még elkezdtem az előadást, találkoztam néhányatokkal, és akkor már szó volt arra, hogy én hosszú előadásokat tartok. Tudjátok, végtelen vagyok benne, mert program az agyamban. Milyen? Hogy én egyetemi tanárként évtizedeken át, és még ma is tanítok még, én másfél órás előadásokat, úgyhogy 2x45 perc, az 2 egyetemi óra. Az másfél óra, és erre van az agyam programozva. És valami belső óra jelez, hogy lassan fejezd be az előadásodat. És így vagyok én másfél órára, és akkor kibírjátok, remélem, a másfél órát. Na mindegy, most mondom az utolsó tételünket, ami vitalitás generátor. És majd valamikor folytatjuk, hát már délután is folytatjuk, csak más témát választottatok, de azért délután is valami igazán gondolom, hogy nagyon építő dolgot fogok tudni nektek mondani. Következő vitalitás generátor, ami ne is lepődjetek meg, maga az érintés. Megérint téged lelkileg valami? Átvitt értelemben is azt mondjuk érzelmileg, ami megérint, használjuk ezt a kifejezést, tehát egy fizikai érintés. Hogy az, akit szeretsz, hozzád ér. És a hozzád érés maga a te érzelmi agyadból, limbikus rendszeredbe egy boldog tüzelést vált ki. Hát hallottál ilyet? Hát most hallunk. És így van. Hát olyan dolgokra derített fény a haptonómia, érintéstudomány, hogy mi emberek annyira fontos, hogy egymás nélkül nem tudunk meglenni, hogy egy puszta fizikai érintés attól az embertől, akit szeretünk, nagyon pozitív hatásokat kerjesz, na aztán ne érjen hozzád az, akit nem szeretsz, vagy netán még kevésbé. Miért? Hányszor kilódunk azon tömegközlekedési eszközre, vagy akármire felszállsz, mindegy olyan élethelyzet, ahol rád nyomulnak, nyakadból idegnek, hozzád érnek. Az amigdala nevű agyi maga, ami ugye az agresszió kezelésnek egy közben, úgy elkezd tüzelni, te tűnös vagy, stresszelt vagy, nem tudod mitől. Leszállsz a buszról, magad se tudod, miért vagy begerjedve. Azért, mert az amigdalád nagyon reklamál. Ne érjen hozzád az, akit nem szeretsz, akit nem szívlelsz, ne. És ne érj hozzád, ne érjetek egymáshoz. Ha nem szívlelitek egymást, ne izgassátok egymást. Csak ha direkt akarod izgatni, akkor csinálj. Szóval a lényeg az, hogy a pozitív, tehát ha szereted, ha van egy elfogadó kapcsolat, tiszteled, elfogadod, embertársként nem viszonyogsz tőle, tehát ha van egyfajta normál légkör, ha hozzáértek egymáshoz, a limbikus rendszer tüzel, kísérlet. Kettő is van, de most csak egyet mondok el, a pénztárca kísérlet. Megcsinálták művileg azt, benn hagytak egy tömött bukszát egy telefonfülkében, és kukkolták, hogy mi lesz. És akkor beépített pszichológusok, persze, akik már tudták, mit kell csinálni, jöttek ugye, akik bementek gyanútlanul, megtalálták a buszát, körülnéztek, nincs senki, zsebredett mindenki, zsebredette a buszát, kijöttek, és eléjük ugrált a betanított pszichológus minden másodiknak, úgy adta elő magát a, jaj, itt felejtettem a pénztárcámat, nem találta meg, hiába gesztikulált, hiába van, meg volt köztük a távolság, nem ért hozzá. Azt mondta az illető, hogy egy kicsit ilyen régóta, nem tudom, nem találtam, és nem adta vissza a buszát. Na ez nagyon kísérteties, nagyon, hogy mi milyenek vagyunk emberek. Minden másodiknál hozzáért, de betanulta, hogy hol itt a delta izom tapadása fölött egy pont, betanulta, nem szabad máshol, de hogy éri hozzá. Szóval jól képzeltem, és azt mondtam, hogy jaj, nem találta meg a buszát. És akkor nem is mosoly, az arcon elő a buksa, jaj, de örülök magáért ez a buksa. Mi történt itt? Eszméljük, hogy egy olyan érintés, ami egy teljesen ártalmatlan fizikai kontaktus, a limbikus rendszert, az érzelmi agyat,
olyan irányba fordítja, hogy kibújik belőlünk az eredendő jóság. Hát mit szóltok hozzá? Hát óriási a jelentősége. Most én azt mondom, miért vagyunk olyan szerencsétlen érintésszegény kultúrában? Hát miért nem ölelgetjük, puszilgatjuk egymást? Jó, van olyan szocializációs része, ahol nem puszilkodósak az emberek, nem szeretik ezt. No, de Amerikában ezt is megvizsgálták, hogy ahol nem ilyen érintkezősek, ott mit csinálnak? Ott meg annyit beszélnek, a sokszorosság beszél. Vagyis valahogy érintkezni kell, ha másképp nem, akkor sokat beszélünk. De az érintés maga szavak nélkül is óriási jelentőségű. Miért? Mert tisztásba hozza a mi érzelmi agyunkat, és olyan pozitív hatásokat, vitalitás generátor, már mindenki fújja, hogy immunstimulás, a örömközpont izgalomba jön, és endorfin termelés indul. Hát már miért ne tennénk? Vagyis, hogy ne felejtsd el megölelni azt, akit szeretsz. Ne felejtsd el gyerekeidet dédelgetni és hogy fizikai kontaktusba vonni. Nem baj, ha lajhár és már nem akarja. És azt mondja, hogy ne, már ne. De azért csak nyugodtan sózod egy puszit rá és mondasz, hogy attól még szerethetlek, hogy te már ilyen nagy vagy sülőni. Nyugodtan. Mert tudod, hogy milyen reflexeket csiklandozol meg. Ezzel a kifejezéssel, hogy te megpuszilod, vagy hozzáérsz, vagy megsimogatod a kezét, vagy szóval vagy egyszerűen csak az arcát. Na és a kicsik, hát vakarázd a hátát. Nagyon szeretni, férfiak is szeretik. Nagyon szeretni, vakarázd a hátát. Miért? Mert a hát hatalmas nagy kiterjedésű terület, és ugye mindenhol a testünkben tulajdonképpen az ember óvatatlan, hogy eléri magát valahogy. De itt még gondolj egy hátmosásra. Hogy a hátunk olyan, ami ilyen, olyan terület, hogy valahogy nem kap a jóból. És akkor hát egy kicsikét egymáson valahogyan gerjesszünk egy kis pozitív feszültséget, és hát simogassad, meg hogy vakarja. Tudjátok, hogy van egy gyerekrelaxációs módszer, próbáld ki otthon, nagyon mélyen relaxál. Nem alszik a gyerek, akkor egy labdát veszel, a gyerek szépen fekszik, kitakarod, végig kurigatod a labdát a testén, végig kurigatod, szépen meghengergeted a pocakján, a lábán vissza a hasra fordítod, a nyakát, a vállát, és milyen finom, tehát egymáson is kipróbálhatjátok, interaktív relaxációnak nevezzük. Nagyon finom, attól függ, hogy milyen súlyú a labda, különböző testérzeteket kell, de olyan mélyen bevisz egy ilyen kómaszerű, kellemes állapotba, s a gyerekek olyan könnyen elalszanak ki, és akkor hát már, ha van vele gondod, és éppen mellette durusolsz egy kis mesét, valami versikét, vagy akármi, és közben ugye őt relaxálgatod. Hát így lehet. Egyébként elkészült egy olyan könyv, ami csak a mozgás alapú relaxációt tartalmaz, a rengeteg gyakorlatot, 6000 magyar iskolába eljutott testnevelő tanárokhoz, csak a testnevelők kapják meg, akik az órájukba beiktathatják a relaxációt, és így szép lassan a kultúránk részévé válik. Mert ugye tudjátok, hogy kiüldözték a mentális relaxációt, a béli félelemben, nézzétek, meg lehet érteni, aki nem tudja, hogy mi az, az fél tőle. Ez az elemi emberi reflex, nem tudjuk, hogy ez micsoda, megijedünk. És hát nagyon sok komolyan elkötelezett vallásos ember azt mondta, nem isd meg a tudatot, mert még mit viselte oda meg. Na de azért nekünk van egy pszichológiai és emberi felelősségünk, felesküdtünk, hogy vinnénk mibe bármit a tudat mélyére, ami nem abszolút tiszta és amiért felelősséget vállalunk, de nem érdekes ezzel, most nem szeretnék foglalkozni, az a lényeg, hogy szép lassan bejön azért a kultúrába, ugyanis ugye, ha tetszik, hanem beömlik szinte egy csomó olyan stresszkezelő eljárás, mindfulness, ugye tudatos jelenlét, ami egy befele figyelő, koncentratív, meditatív állapot. Aztán a magyart kiüldözték, majd behozzák azt, ami egy külföldi, mert ugye divat, mert bizonyították, hogy az milyen hatékony. Aztán amit kilapátoltak a mi sajátunk, azt majd behozzák meg a pénzem, mint külföldi, tehát mindegy, csak jöjjön valami olyan, ami hatékony, mert el kell érnünk, hogy a gyerekeink megtanulják a stresszkezelést. Ne legyenek olyanok, mint mi felnőttek, hogy így kell felnőtt korunkban gyakorlatonként összemorsázni a dolgot, hanem nőjenek bele, tudják határozottan, mit csináljanak, tudják megvédeni magukat. Tehát egy mozsányit azért mi is ma talán magunkhoz vettünk ebből, és az utolsó, még amit csak záradékként mondok, hogy az altruizmus kutatás azt igazolta, altruizmus ugye önzetlenség, önkéntesség, szolgálat, ez a három jellemzője. Önzetlenül, önkéntesen valakinek teszel egy jót. Tudod, mi történik? A tanítás generátor mondja, te
hogy Murel szeret, hogy jót teszel a másikkal, jobban működik. Hát aztán, hogy hogy értelmezitek ezt? Én azt mondom, olyan ez, mint az égi jutalom. Te jót teszel valakivel, és megkapod azt a jutalmat, ami mindennél drágább a te egészségednek a biztosítását. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném azt mondani, hogy néhány kötetén van, ha dedikálni akar valaki, dedikáltak is nagyon szívesen. Azon kívül szeretném elmondani, mint már ugye szóltam is róla, én egy éve gyűjtött Makovec Imre első budapesti középületének egy református templomnak a megépítésére. 1000 forintos téglajegyet vásárolhatok, aki vásárol, fölírja a téglajegy számát és a nevét, és abba a úgynevezett kapcsos könyvbe, a nagy könyvbe bekerül, ahol mindenki, aki egyetlen téglát is adott a templomhoz, a neve meg lesz örökítve. Ha mégis valaki úgy gondolja, hogy egy téglával hozzá tud járulni, kimutyan csak kapható, és ott vannak a könyvek is kirakva, oda megyek magam is, és ott még, ha van kérdezni való, ott még meg tudunk beszélni. Köszönöm szépen! Ezt a fantasztikus előadást és közönség mindenkit elvágyulhatok. Akkor a professzor szólnál, hogy tudnak beszélni, nem hatolhatok.